Először. Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepül ez a 4 év. Aztán meg kétségbe estünk, mert hogy nem is találkoztunk. Hiszen sajnos a Covid közbeszólt, és találkoztunk ősszel, és legközelebb tavasszal. De hősiesen végigcsináltuk ezt is, és minden akadályt, ami előttünk állt, megoldottunk együtt, közösen. Ugye, ahogy a mondás is mondja, és a dalban is vannak szétválna a kutyaitok, kutyaink, de ettől függetlenül én szeretnék rólatok tudni továbbra is. Remélem, hogy megőrizzük a kapcsolatunkat, és ti is egymással, és arra kérlek titeket, hogy próbáljátok meg 5 év múlva megszervezni az első érettség és osztálytalálkozótokat, ahol újra együtt lehetünk. Most ugye már így együtt nem, de érettségén újra együtt leszünk még, csak akkor már mindenki külön-külön időpontban. Én kívánok nektek a úgynevezett nagybetűs életre minden jót. Álmokról sokat beszélgettünk, hogy minden álmotok váljon valóra, ahhoz persze küzdés is kell, és nagyon sok minden, de tudtok küzdeni, és van bennetek akarat, és néha higgyétek el azt, hogy több van bennetek, mint amit mutattatok. Többre vagytok képesek, még többre, és ha önmagadban hiszel, akkor nagyon sok mindent el fogsz érni. Sokat beszélgettünk irodalomórán is, érettségére készülve a boldogságról. Úgyhogy én most készítettem nektek egy boldogságbetűtet. Ez a boldogság betűt. Ez a neve, de benne egy-egy idézetet találtok, és ebből a boldogság betűből most mindenki 21-et arra kérem. Nem tudom, ki melyiket fogja húzni, különböző idézetek vannak benne, néhány egyforma, és tegyétek a tarisznyátokba. Én ezt szeretném nektek útra valóban adni. Mennyire ő hozzá illő ez, de úgy gondolom mindegyikben olyan jó tanácsok vannak, amit jó megszívlelni, és kicsit magatokkal vinni, vagy lesz olyan helyzet, remélem, amikor esetleg eszetekbe jut, hogy tényleg ez a helyzet, amiben most vagyok, most talán visszagondolok arra az idézetre.
Én ennyit szerettem volna nektek így utolsó osztályfőnök urán mondani, hogy el ne sírjuk a sminkjeinket, úgyhogy készülődhetünk akkor a nagy ballagásra, a nagyukra. Hazám, ha vissza, vissza, félősz.
de bűneink miatt tudva kerültek, és elsőtelen imád a törvő felelőben. Most ragolóval jársz magadhoz felettünk, majd törögtől rabig át halaink elettünk. Hányszor az neked hallgai, hoznám a népének, vett a domcsolt hallgai győzedelmének. Hányszor a támányát miatt szép az elkemmelve, s lepje magzatod miatt magzatod hallgatja. Bújt az üldözött, s felé, karmúlva alakjában, szerpenézet sem elég, hogy járt a hazában. Bércre hág és völgy száll, hús kétség mellette. Vérzően lábadnál, s hát meg elfelelte. Vállálódott, most kőhalom, kedv s törölkedte. Halálpörgés, síralom, zajlik már helyette. S áh, szabadság nem maradnak vérjétől. Kizúrassak őnyekből áram hőszemélyből. Szánd meg Isten adat, kit vészek hányának. Nyújts felé védőkat tenyegére hívjának. Bal sors, akit régeti, hozz rá még eszendőt. Megbűnhetem állatot, elmúltat, sírjátok. Értelmetnek eljutottunk egy olyan fogára,
megfogalmazódik a harmadik vágyunk, az pedig így hangzik, hogy arra vágyunk, hogy valaki életünk. Ezeket a vágyokat a mindenható Isten legmélyebben a szívünkre írta, és ennek a vágyaknak a megélése teszi az ember boldoggá. De ha az Isten írta az szívünkbe ezeket a vágyakat, abban biztosak legyünk, hogy ehhez Isten segítség kell, hogy ezt a vágyat megéljük a szívünkből. Jézus az utolsó vacsorán mondott beszédében azt mondta, hogy barátaimnak neveznek embereket. De a Krisztus követőknek van egy olyan természetes joguk, hogy Krisztus barátságát érezzük. Mert mindannyiunkkal az utolsó vacsorán Krisztus barátaimmá fogadott. Nem azért, mert mi ezt úgy nagyon akartuk, hogy erre vágyunk, de az Isten segítségnek ez az első lépése. Jézus úgy akar bennünket megajándékozni, úgy akar adni, hogy ezt a barátainak adja. És mit akar adni Jézus nekünk, vagy mit hagyott rá? Azt mondta, hogy békességet hagyok rá, az én békémet adom neked. Tehát van egy olyan hagyatékunk, ami Jézustól származik, és ami a békességet adja az ember szívébe. Most egy olyan világnak a drámai órájával korlát éljük, amikor ez a legnagyobb vágyunk, hogy béke legyen világban, béke legyen a családunkban, az otthonunkban, és hogy béke legyen a szívünkben. És Jézus ezt hagyja rá, és azt mondja, hogy az én békémet adom nektek. És azt is elmondta, hogy nem úgy adom nektek, mint a világ adja, hanem az én békémet teljesen más az alapja. És amikor Jézusra megindulunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő mindig igazgatik. Ő nem akar bennünket se félrevezetni, se becsapni, sárga vacskát sem akar adni, mert egyértelműen meghatározta, hogy ő kicsoda, és azt is meghatározta, hogy mit vagyunk. És az utolsó vacsorán mondott kételbeszédek közül a legszebb az, amikor önazonosságát és az őt követőknek a meghatározását nagyon szép természeti képhez a szőlőkőhöz és a szőlőveszőhöz hasonlóan. Azt mondta, hogy én vagyok a szőlőkő, és mi pedig a szőlővesző, és az a feladatok, hogy gyümölcsöt teremjenek, és maradandó gyümölcsöt. De azt is meghatároztam, hogy népre semmit nem tehet. Azt mondta, ha vele maradunk, ő bennünk marad, és mi ő benne, akkor gyümölcsöt tudunk teremteni. És hogyha ezt az egységet tekintjük, akkor nekünk keresztényeknek, és teljesen mindegy, hogy milyen felfedezethez tartoznak, az a feladatunk, hogy ebben a felforsult és értékeztet világban megteremtjük a lélektől a gyümölcseit. És amikor az ember valakihez tartozik, akkor már tudja azt is, hogy nem vagyunk egyedül, és ha valakihez adunk tartozásban, jön az, hogy már felelősségem az, hogy valaki népálljon, és hogy valaki értéljen. Kedves valahol diákok, mi most búcsúztunk, és az érettségi szerint elmentek. De mi vár rá, hogy az érettségi lista, és az érettségi lista után, amikor kiléptek az iskola
Krisztus békéjével töltse el a szívünket,
amit átérsz, hozd meg, üzeni az író, a
hallgatni. Céltudatosan értékelem az édesiskolás éveket, hiszen a tanulás mellett tervezni kellett az egyik tevékenységének is. A jövő az iskolában kezdődik. Hiszünk, hogy a bátorokat értéket teremtünk, és ennek az értéknek a hordozói kívánunk. Értéket teremtünk közösen a lelkiak magatokkal, a tanulói ismeretlátással, a diákok magatokkal. Szerettük volna felkárni az igényességet az igazra, a jóra és a szépre. A közös munkát a magatok értelben a cél, amit kitűztek meg. Kedves hallgatók, néhány percen az utolsó csengőzőt jelezte, hogy a közös utakon lassan végeként az almamán tettem. Utoljára látom most ennek évfolyamként az intézmény közössége és reményeink előtt. A következő néhány percben szinte lehetetlenben állat a vállalkozón, amikor az emlékek egy-egy darabján és útvállaló gondolatokat vállalatokat lesznek. Különböző képességekkel érkeztek, de mindannyian szorgalmasak, a minél jobb eredményeket veszenek. Magatartás és szorgalmi egyébként jelkással és jó. Tisztelettudóan, együttműködően, környezetükre egyényesek. Őszintén örülnek egymás eredményeinek. A szülők támogató biztos általában nyújtanak jelenlegi iskolai munkájához, és az én osztályomnak nyújtanához is. A szorgalom, elavutatás, a közös öröm ma is elvezetlenek el. Minden napjaitok a tanulót és a jókát is jöttek, de a feladatok átadok mindig nagy szorgalommal, kellős komolysággal, sikeresen teljesítették az. Új kezdeményezésünk volt az osztályból, célodalmi feladatának, melyben további életünk is gondoskodhatunk. A sok közös program, az együtt töltött idő, szép keményítő nagyon szívedeket, melyek szeretettel emlékezetek majd vissza. A 12. D-osztály osztályfőnökkel Antika néni így maradt volatok az első tanév végén. Az osztályban tanuló diákokkal játszhatunk, hogy szorgalmas, tiszteletadók, hogy várják. A tanulói munkák kívül nagyon sokan sportolnak aktívan, versenyszerűen és kérnek el szép eredményeket. A diákok és az én munkámat is egy nagyon pozitív, segítőkész szülői közösség támogatja. Rendhagyom a diákokkal középiskolás éveiknek. Az egymás megismerésének időszaka online oktatásban lett. Volt még megpótolni, amikor újra kinyílt az iskola kapuja. Számíthatunk rá, hogy minden megemlékezések szervezésében lelki otthonokon. Mindig lelkesen képviselték a bátori megyei, országos és nemzetközi szintű sportversenyeket, legyen az úszás, röplabda, foci vagy karate. Az iskolai házi bajnokságon szinte esélyt sem adhatott másnak a szerelme. A sorkógrász nyelvesa szinte már természetes az osztályban. Nagyon szimpatikus volt számomra, hogy az osztálytársakok a diákok önkormányzati elnök Vihari Vilmi láthatók és segítették az ő munkáját. Szent Pál Apostol Efezusiakhoz szóló levelében sokáig választották a bizalmukig, amikor búcsúztatott a nálékoktól. Legyetek úgy változatosak, szerintek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljék egymást. Emlékezzetek ezekre a sorokra, a váltó és üzenetre, a késő, a régi iskolákra gondoltok. A 12. elosztály diákjainak személyiségét hátrahozták az önformájára. Bíró Gáta tanárnő, Kocka János tanárnő és Csapas János tanárnő. 8 év hosszú idő. Gyermekből felnőtté váltatok, és mindez a szemünk előtt történik.
be a lényi elvezetéig és napokokat az ötödikes járvány indulásból. Elmondhatom, hogy a gyerekek nagyon szépen dolgoznak a tanítási órákon és a tanítól is. Aktívan vesznek részt a versenyvel készítő foglalkozásokon, szépen szerepelnek a versenyeken. Előlem lelkesekre viseljük az intézmény, főleg a gimnázium gyerekbarátokkal egyébként. A diákokon szinte valamennyi foglalkozásokon részt vettek, a szülők pedig vírusszal és halacsintával kedveskednek neki. Emlékeztek, ezek voltak a kezdetek. Aztán voltak, akik 9. osztálytípusú váltottak, de akik maradtak, továbbra is sikeres résztvevők voltak tanulmányi és sportversenyeknek. Bekapcsolódtak az iskolai diákkörökbe és az egyházmegye ifjúsági programjaiba is. Az iskolában olyan kötődés, mely máshoz nem hasonlítható. Közösen jöttünk a pillanat hatására, megtanultuk, hogy minden érték, ami összekötve egyet. Köszönöm az osztályfőnöki munkáját, a pillanat odafigyeléssel, gondoskodással formálták, alakították a rájuk szokatosséget. Köszönöm, hogy következetes, világos munkával, a tudás megszerzésével, megbecsülésével emeltetnétek nevelkétek gyermekokat. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit a gimnáziumi életben adtak tőletek a tanítványaitok. Kedves édesanyák, édesapám, kedves nagyszülők! A pedagógus feladata a rábízó gyémancsizolása, szépségének megmutatása. Talán a betegeim nevében is mondhatom, hogy nem volt nehéz a kötelesség, hiszen olyan gyémántot adhatunk önöktől, melyekkel igazán könnyű feladatunk volt. A rábízó közösségben megvalósítható mindaz, ami intézményünk küldetése, a lélek támogatása a hitáltal, az elmet támogatása a tudományok által, a kultusz, a nevelés támogatása a közösségek által. Köszönöm önöknek, hogy bíztak bennünk, köszönöm, hogy ezt intézmény értékeit választották. Gratulálunk önöknek gyermekei vallomása a nappal. Kedves fiatalok! A búcsúzó cserkő szó az Utrai Dunák szintúrban is. Tudnotok kell azt, hogy kellünk alázattal, szeretettel, bátorsággal, minden elérhető számunkra. Hozzád szól ez a fájó szeretet, halkan tudom, hogy négyes dallamán. Búcsúzó, hisz az élet megy tovább, minket fáros egy nagy rám, sok-sok jó rám. Énekelvétek a kedves szerelmában. Az élet megy tovább, várhatunk egy új világ, valóban. A 21. század széles nyitja a határokat, nagy támadatot ígér. Ma még keresitek azokat, amelyek sajátotok, igyekeztek megtalálni, hogy mi fontos az életben. Egy folyamatosan változó, sokféle értéket hordozó világban kellett találnunk a helyzeteket. Óriási lehetőségek az egyik oldalon, a választás bizonytalansága a másikon. Szüleinekkel közösen töltött megtartalommal képzeletre jelisztiátokat, hogy választásokat közreményeljük. Az örök emberi értékek, hit, emberség, szeretet, barátság, becsületesség, ödemet, világi családtárgya a rátok váró úton. Kedves vallalóniákon, hagyomány iskolában, hogy a matokalkozott útravalóként kapják iskolán időszerűjének szent és pánom az internet. Az üzenet nem is időszerű, vigyétek ki is magadok a legondolatokat. Légy türelmes! Ítéletekben kövesd az igazságot, Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. Kérd tanácsot, ha arra szükséged van. Tartsd meg az imádságot, gyakorold az évalmasság cselekedetét, és járj az isteni és az emberi elélet útján. Szent István Király iskolán védőszentjének közbenjárását kérlek.
Isten áldását kérem életetekkel, tanulmányaitokra, s egyet gratulálok a legyásokat alkalmával. Barnak úr kertesünk, mindenünk életében ez egy legnehezebb pillanat, a búcsúzás perce. Szabadsággal látok, ugyanakkor nagyobb felelősség is, ezért nehéz elszakadni az emlékekkel elég, de biztos átmenetélető iskolától. Feladatok várnak, melyeket egyedül kell megoldanatok. Az a szüleimektől, tanárajtoktól és egymástól adok elő, mely több éven át összetartott benneteket, most átváltozik és egyéniségeket érteni tovább. Kedves vendégeink! Most a 12. évfolyam nevében köszönöm iskolájától, tanárajtól és diákásaitól, Balogh Jennifer Sarolta, 12. osztályos tanuló. Mi a helyes döntés,
melyik utat választjuk, kiben bízunk és kiben nem. Akik hibát, hibát halmazunk, és mindent az utolsó életre hallgatunk. Akik nézve a másokon keresünk a boldogsághoz, majd csalódunk. Többször érjünk ugyanabba a kocsolyába, és a tükörben torszképet látunk. Felnőttek vagyunk, akiknek még mindig szükségünk van másoknak. Tökéletlenek vagyunk, és éppen ezt érjünk. Vajon ha valaki hamarabb elmondja nekünk, hogy nem kell így boldognak lennünk, akkor most másabb lennénk? Ha valaki előre szólt volna, hogy abban is csalódhatunk, akit a legjobban szeretünk. A háború rájött arra, hogy nem kell félnünk önmagunkat adni, hogy nincs abban semmi ciki, a felállói szigorú táncolni, vagy hogy nevetetünk hangosan, énekeltünk a folyosón, és rámosolhatunk bárkire. Ha valaki elmondta volna, vagy nem fogjuk szeretni. Ha előre tudtuk volna mindezt, akkor most mások lennénk? Jobb felnőttek lennénk? Az biztos, hogy kevesebb sebet hordozunk. Viszont a sebek nélkül nem lennénk azok, akik most vagyunk. Azért születtünk, hogy szeressünk, és hogy szeretünk. András Kiszaméla élet, akkor van értelme az életünknek, ha van kiérnünk. Minden pillanat iszonyú egyetlen. Egy jó ízű nevetés, egy mosoly, egy ölelés, és mindenki mondott, és kimondatlan szó. Mindig van egy utolsó alkalom. Mikor utoljára lehetünk együtt, utoljára jöttem a büfében, utoljára hajlok a sokszor, megváltás lehetünk cselekült. Elérkezett az utolsó pasióra, az utolsó nyitás jövénye, az utolsó gondolati dolgozat előtt ízulás, és a kérdések sorozatban. Tanultál dolgozatnak? Milyen dolgozatnak? Nem is gondolnám, ezek még hiányzottak. Ezek az utolsó pillanatok most elhozták a bűségeit. Kedves, helyünk elégi diáltásunk. Reméljük, nem ti semmi örömöt, jó barátot, nevetés és szeretet adnak majd az iskolatbalait minden tudattal. Kedves tanáraink, reméljük, nem leszünk a kulcsánosok lelmet nélkülünk, és hogy minél több diáknak közvetítik majd azt a sok tudást és szeretetet, ami nekünk. Kedves végzős diáktársaim! Remélem, mindenkinek sikeres lesz az érettségie, és arra az útra érhetett, amit nekem mondhatok. Isten veled, drága iskolát! Most távolodunk, de biztos lehetsz benne, hogy egy nap még visszatérünk. Most pedig az öreg diákügyen szóló országok helyére érő tizenelégések. Átadjuk nekünk az ászlót, ami egyszer balszra pozdított, ez mint hordozója, járkában volt. Ahogy a nemzeti ászló egy egész nemzetet, iskolán zászlója ezt a közösséget képviseli, jelenti. Legyetek méltók ezt az ászlóhoz. Mi is megpróbáltunk ebben a szememben cselekedni. Ha az ászlóra néztek, jussanak ezeket el a költőszobába. Csak bot és pászon. De nem bot és pászon, hanem az ászló. Mindig beszél, mindig pázas. Lelkem, te is, nem bot és pászon. Lee Zaslow.
abszolút átlagnál, Godor Mester 12. A, Kondor Parti 12. A, és Berezdegy Minta 12. elfosztálásban. A zászló átveszik Regéci Bencel 11. A, Tamás Petra 11. B, és Lácz Modéli 11. elfosztálásban. A Szabolcs Pálóti Küzdős Sombor 12. elfosztálásban. Thank you.
szépen elmondtam. Szépen lassan, pedig összetartó, és megint csapattá váltatok az élet folyamán. Sokan felidézhetik most magukban az első beléjúton, az esetétel, amikor még felnéztek a szüleikkel, és felhizdalommal kezdték el nyomlálni az iskolákkal. Hogy az apró ismeri a napot, amire oly sokan készültek. Jusson eszetekbe az ismerkedés, az osztálygyenlások és a legnagyobb hangulata, a sok bevetés, a kezdődő szerelmek és örülök önnek. Most pedig így tártok a célokat, készen az új lehetőségekre. Elérkezett ez a pillanat is, amikor így hagytok minket és kérdettek a lehetőségekre. Kicsit irigykedben, mégis például számára nézek a srácok, számára egyre inkább csak magatokra támaszkodhatok, és újra pedigból kell átlékítek. Remélem, sok olyan megkezdtek magatokkal, és örömmel nézhetek vissza egy kis magátokra. És a sattalájtok fel, annak mondhatok, és mennyi mindent tettetek azért, hogy eljössenek ideig. A 11. évfolyam nevének kívánok, hogy minden, amit el szeretnétek érni, sikerüljön, hiszen valami nem jöttük előtt, sikerességével. Az ászlók, melyek eddig tegyítettek, négy büszkén magasoknak, majd a ti példátokat követően. Most pedig hoztalán kérdésre sorolok a búcsúzom, nofussal kérdésztelnel, cigászka, szerkesztélye, kit és fel, nappal, éjjel, s minden, mindig nap is van, éljel. Kívánjuk, úgy sikerüljön ez a megmérettetés, amit ezt korábban mondtátok.
Búcsúzókul ekkora várat ígézett a záruló szintomát. Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer életére finálszom. Életem legboldogabb éveit töltöttem itt. Végignéztem az asztalán nevető és sikítozó társadalom. Ők voltak a családom. Megértette és úgy ismerte, ahogy senki más a világon. A világot átvettek Bécsi Bianca és Barna Marcell, diák önkormányzati segítő pedagógus. Iskolán diák önkormányzati nevében szeretném megköszönni a most búcsúzó osztálytitkárnő tartó és segítő kézi tevékenységét. Kérjük titeket, fáradjatok ide hozzánk. Balogh Gyöngyvásra voltam, 12. A-osztályos tanuló. Balogh Zsenivel Sadonna, 12. A-osztályos tanulónak, például a
hatásáról kiemelkedő szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, országos tanulmányi versenyekkel elért kimagasló eredményeiért, kontextbozékokú és szóbeli versenyok angol nyelvvizsgájáért, iskolai közösségi tevékenységére. és a gimnázium testnevelő közössége
három napon adjuk tőle oda. A jó tanuló, jó sportoló címmel mind az iskolába, és az ezzel járunk egy sportszervásárlási utalmát. Molnár Henriett a 12. Káosztályos tanuló, mind a 4 évben kitűnő tanulmányi eredményen összegedett. Karate sportágban országban tudott 2-3. Helyezést ért el, mint 2023-ban a második napon. A Henési Jópán 3. és 1. helyezését ért el. De kiemelkedő eredménye a Japánban megrendezett Karate Világbajnokságon történő részvétel, ahol a legjobb harmadik helyet végezett. Ebben a terében megjutott az összes gyárban Magyarországon több éve is, ahol 14. helyezést ért el. Mihály Bibi, 12. Téosztályos tanuló, mind az 5 tanévben kitűnő tanulmányi eredményeket tart. Emellett több sportágban egyben kiemelkedőségre. Kiúsi karate sportágban számos országban tartós helyezése mellett Magyarország járványi bajnokban. Többszörös magyar válogatott korosztályában, 2022-ben utánpótlásában a bajnokságban, a Szófiában, és 2023-ban Debrecenben. Mindezekben a fekete medvéjában Magyarországon önfélben második helyezését ért el. 5. katolikó csoportos nyelvőtanuló csapatára, az iskolán nyelvőtanuló csapatára lettél, részt vett a Debreceni országi nyelvőn, ahol 19. helyezését ért el. Az 5 év alatt egy kiváló tanulmányi eredmények mellett 20-as sportágban ért el kiemelkedőségeket. Magyar bajnokságban 400 méteres gyorsúszásban és 800 méteren első helyezést ért el. Nemzetközi versenyeken Magyarországon és Szerbiában bizonyítottak több fokos helyezéssel lehetőségét. Az átadókodás diákoknak néhány helyen a Budapesten iskolában is már harmadik helyezést ért el 200 méteres első helyezést. Thank you.
Madács Ilona, 12. osztályos lakó. Diváci Lili, 12. osztályos lakó. Mórusz Tamás, angol jogász, Honor kancellár, író, a katolikus egyház mártírja. Az emlékére létrehozott Mórusz Szent Tamásnak egy közéleti mennyei elismerés katolikus középiskolás diákjai számára. A díjat 2012 óta adják át azoknak a végzős tanulóknak, akik nem csak jó tanulmányi eredményeit felemelkednek társai közül, hanem szívesen és aktívan vesznek részt közösségi tevékenységben, és emellett elkötelezett keresztények is. Idén a Mórusz Vezetőképző Akadémia képviselőjeként az oklevelet Csapostiának ismeret pontanulója adja át, aki 5 éve szintén megkapta ezt a díjat, és azóta tagja lett a Mórusz csapatának. Thank you.
bele. Kusnyér Zsófia, 12. F-osztályos tanuló. Foglalják el a vidéket, és adják szabadon a dolgásokat, hogy ilyet még hozzá tudjuk.